A nemzeti ünnep alkalmából rendezett központi megemlékezését a Szabadidő Központban tartotta önkormányzatunk március 15-én. Az ünnepségen beszédet mondott dr. Horváth Klára polgármester, majd az anonim drámacsoport adott műsort. A folytatásban az ünneplők a régi temetőben, a Hősi kapunál, valamint a Bábolnai csata emlékművénél helyezték el az emlékezés koszorúit. Tisztelt ünneplő közösség, hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Bábolna város önkormányzata nevében. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, és eljöttek ünnepi megemlékezésünkre, melyet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójának tiszteletére rendeztünk meg. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Veres Zoltánt, Komárom-Esztergom megye jegyzőjét. Dr. Horváth Klárát, polgármesterünket. Dr. Szalai Gábor plébános urat. Képviselőtestületünk tagjait, intézményvezetőinket, hivatalunk jegyzőjét és a megjelent bábolnai lakosokat. Felkérem dr. Horváth Klárát, Bábolna város polgármesterét ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplők! Nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésén. Köszönöm, hogy együtt elfogadták meghívásunkat, és közösen emlékezhetünk a forradalom hőseire. 171 évvel ezelőtt, 1848. márciusában Petőfi Sándor a következőket írta a kibontakozó forradalomról. Föltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget, földet, szilai hullámokat vett rémítő ereje. Tényleg elsőpről volt az az erő, amely vágyott a szabadságra, vágyott a függetlenségre és az önrendelkezés jogára. A nemzet akkor egységbe ford, hogy új iránt vegyen, végre kis hazánk. Petőfi Sándor, Jókai Mór, a Pilvax kávéház, Táncsics kiszabadítása, a 12 pont vagy a nemzeti dal egyet jelent azóta számunkra 1848. március 15-ével. Ezek mind élesen élnek bennünk, mint ahogy élesen emlékszünk a tragikus végkifejletre, a világosi fegyverletételre, Hajnaura, a Bresai Hénára és az aradi mártírokra. Arról azonban kevesebb szó esik ilyenkor, hogy forradalmunk nem volt egyedül és egyedüli Európában, hiszen 1848 tavaszán Anglia kivételével láncreakcióként egymást erősítve robbantak ki a forradalmak. Franciaországtól kezdve Németországon át a Balkánig lángra lobbant az egész kontinens. A Habsburg Birodalom területén 1848 tavaszán minden 100 000 lakosnál nagyobb városban felkelés tört ki. Március 13 Bécs, március 15 Pest, március 18 Milánó, március 22 Velence. Metternich bukásával Ausztriában és Magyarországon alkotmányos kormányok alakultak, az új alaptörvények pedig felszámolták a jobbágyságot. Akkor úgy tűnt, hogy az európai hatalmi rendszer összeomlik, és a meghirdetett célok, a modernizáció, a nemzeti önrendelkezés és a nemzetállamok megteremtése Európa szerte megvalósulnak. Azonban, ahogy a kezdet, úgy a vég is hasonló volt, szerte Európában az ellenforradalmak felülkerekedésével. Magyarországon a szabadságharc csúcspontja és egyben fordulópontja 1849. május 21-e a budai vár bevétele volt. Ezt koronázta meg a dicsőséges tavaszi hadjáratot, és ezen a napon állapodott meg Ferenc József 200 000 orosz cári katona magyarországi bevetéséről. Az orosz túlerő pedig megpecsételte a magyar szabadságharc sorsát. Felemelő kezdet és tragikus vég.
Ugyanakkor nem volt értelmetlen a küzdelem, hiszen a világ ezek után már nem lehetett ugyanaz, mint a forradalom előtt, és a kiegyezés sem jöhetett volna létre a hősök és a mártírok önfeláldozása nélkül. A forradalomnak ugyanis nem maradtak következmények nélkül. A jobbágy felszabadítás. Franciaországban az általános választójog érvényben maradása. Közép- és Kelet-Európa területén pedig felgyorsult a modernizáció, a feudális rendszerek megszűnésével, illetve gyengülésével megkezdődhetett a polgári tőkés viszonyok kialakulása, a dinasztikus nagyhatalmi politika átrendeződése. Tisztelt ünneplő közösség, tisztelt bábolnaiak! Nemzetünk életében az olyan történelmi sorsfordulók egyike ez a nap, ami által többnek és igazabbnak tudhatjuk magunkat, érezzük egy közösség összetartozását, s magunk mögött tudhatjuk azt a szellemi erőt, amit Széchenyi, Kossuth, Petőfi, Arany, Vasvári, Táncsics és Jókai életműve függetlenség iránti odaadásuk jelent a magyarságnak. Nagyságuk ugyanakkor nem abban rejlett, hogy mindenben egyetértettek volna. Sőt, elég, ha csak Széchenyi és Kossuth vitájára gondolunk. Eltérő értékrendek, eltérő politikai célok, eltérő víziók. Mégis mindezek ellenére 1848 tavasza az összefogásról szólt, és egyetlen, közös cél lebegett előttük. A haza, Magyarország és a magyarság jövője. Emlékezzünk ezért ma büszkén azokra, a 171 évvel ezelőtti napokra, amikor a szabadság első fénysugara végigpásztázta Európát, és amikor Pestre ért, felébresztette a szunnyadó lángot, mely erőt adott hazánknak megvívni harcát a császár és a múlt ellen. És emlékezzünk főhajtással 1848-49 ismert és ismeretlen hősei előtt, akik tanúbizonyságot tettek hazaszeretetről és önfeláldozásról egyaránt. Mit kíván a magyar nemzet? Kérdezték Jókaiék, s maguk adták meg a 12 pontos időtálló választ, mely előtt ott áll a mondat, legyen béke, szabadság és egyetértés. Kívánhatunk-e mást, többet ennél ma a nemzet ünnepén? 1848. márciusában megszületett tehát a nemzet, melynek tagjait összekötötte a nyelv, a közös célok, a szülőföld szeretete, a közügyek gyakorlásának jogrendszere, mégpedig a magyar történelemben oly ritka módon, közmegegyezéssel. Ez a nemzet pedig, ha nem is mindig sikerrel, de békében szeretett volna élni a világgal. Ebben áll március 15-e jelentősége. Köszönjük elődeinknek! Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! A mai napon ünnepelünk és emlékezünk. Ünnepeljük a forradalom győzelmét, és emlékezünk azokra a hősökre, akik 171 évvel ezelőtt életüket áldozták a nemzetért, az oly nagyon elhított szabadságért. De vajon nekünk, a ma emberének vannak-e feladataink? E gondolatok jegyében fogadják szeretettel az Anonim Dráma csoport műsorát. Szabadnak születtél. Sárjadó gyepen az iskola glédában áll, mint még soha. Valaki a talpra magyart szavalta, aztán a tanító beszélt a szabadságról. És a tanító lelkesen magyarázta, hogy mi is történt ezelőtt sok, nagyon sok évvel. Hősökről beszélt és csatákról, és arról, hogy miként folyt a vér, amikor annyi ember meghalt valamiért. A többiek hallgatták némán. Hitték is, nem is a vasé. Öreg volt már a múlt.
sötét és bizonytalan ködök takarták. De egyszerre csak egy kisgyermek hangosan megszólalt hátul. Édesanyám, mi a szabadság? Kossuth Lajos, politikus.
politikai újságot szerkesztettem, amelyet betiltottak, és engem börtönre ítéltek. Nagy sikerű toborzó körutamon szólítottam fel Alföld népeit a hazánk védelmére. A szabadságharc leverése után több ezer társammal Törökországba menekültem. Görgei Artúr, honvéd tábornok. Kémikusként felfedeztem a lauriosavat. Kivégeztettem Cicsiödön grófot, Jelasics kémjét, majd az oroszok előtt kapituláltam. Dáv Ferenc, államférfi okulós. Édesanyám születésem közben halt meg, édesapám pedig 5 évvel később. A szabadságharc leverése után nem helyeztek vád alá. Széchenyi István megvette a birtokomat, azért évjáradékot fizetett nekem. Sokan ahhoz a bölcsének neveztek. Ben József, lengyel hadvezér, a Magyar Honvédség altábornagya. Egy robbanással járó baleset, az arcomon maradandó sérülést okozott. Kossuth az erdélyi hadsereg parancsnokává nevezett ki. Győzelmeim után megsemmisítő vereséget mért rám a hajnók vezette osztrák sereg. Törökországba menekültem, majd áttértem a Medámitre. Arany János, költő. A forradalom ideje alatt újságot szerkesztettem, toborzó verseket, csatadalokat írtam. A forradalom összeomlása után állásomat, hajlékomat elvesztettem, hányódásaim után tanári pályát vállaltam. Egész életem át törzöm Petőfi és a nagy harcok emlékét. Először is én üdvözellek, ki imádkoztam, és küzdöttem érted. Üdvözellek oly magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, midőn még nélkülöztem tégedet. Ó, szabadságunk, édes kedves újszülött, légy hosszú életű a földön. Élj addig, míg csak éled magyar, ha nemzetünk utolsó fia meghal, borulj rá szemfödődön át, s ha előbb jön rád a halál, rács magaddal sírodba az egész nemzetet. Mert tovább élnie nélkülek gyalázat lesz, veled halnia pedig dicsőség. Sötét kapok, magas házak, fények udvarok. Nyíljatok meg lábam előtt, ha arra indulok.
voltak a bitang lovak. Meddig alszol még hazám? Szántanak a szomszédig. Meddig alszol még hazám? Míg rád nem gyúl a ház. Meddig alszol még hazám? Szép Magyarországom. Iparkodjunk, a század viselős. Születni fognak nagyszerű napok, élethalálnak véres napjai. Fogjunk kezet, hogy rettegnünk ne kelljen az eljövendő óriásokat. Tartsuk meg a szép, a szent kézfogást, tartsuk meg azt, ó édes nemzetem! Élni fog a nemzet, amely összetart. És tömléke meg nem hódít, nem hódít csak art. Megbűnhődtük ősapáink békén súlyosan. Napjainknak a jelenben csak erénye van. S az erényes nemzet jutalma nem égi, földön jut dicső, és hosszú élet néki. Mit számít, hogy kivé voltatok? Turulok, keresztek, csillagok. Ami értünk harcol, valamennyi jel, minden, amit nem felejtek el. Minden, amilyek szívünk dobogott, sávok, színek, tiszta lobogók. Mit számít, hogy hányféle mocsog száradt meg, s fakult el rajtatok? Piros, fehér, zöld, láttunk szállani, bukott forradalmak zászlai. Foszlányok a foszló egeken, s amiket nem láttunk sohasem. Pro Deo et Libertate szállt, elérte még Petőfi pirosát, s a miénket a bíbor egyveleg, melyben a vér, a láng s a rózsa egy. Lobogjatok velem, ne szűnjetek, ne szűnjek még lobogni veletek. Összesen mind kell, nem hullhat ki egy sem. Csattogjatok az ég felé helyettem, repüljetek, ha nem repülhetek. Tanítunk légy, bokárdás Március, hadd tanuljunk az örök természettől, felettető megújulást, arcra bukó vágyak helyett, hideg termő szabadulást. Itt jártad ki az iskolát, itt élnek a barátaid, és itt találtad meg szerelmedet a nagy világon. E kívül nincs máshol helyed, itt fogadtad szívedbe az írást és a gondolatot, itt eszméltél magadban, itt volt mindig az otthon. Most mit mondják neked, elvakult, sötét lelkű ostobát, keresd magadnak máshol hazát. Lelőd bele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, még akkor is, ha szembe fúj a szél. Szabad szellemek, kölcsön és vörös maradni nyelvén szól az éneket a nagyvilágon, egyébként nincs máshol helyen. Tudom, hogy nehéz elfeledni mindazt, amit nem lehet, de ne add fel a szíved mélyén élő szép reményeket. Kárpátok gyűrűjéből szállj fel szabad madár, érted is szó a harang már. Lehőd vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad,
Thank you.